Csapó. Beindítottad azt a trakét? Üdvözlök mindenkit, itt a Kult Kocsma munkatársai vagyunk, Erhard és Levi kollégámmal eljutottunk ide a Bálint Sándor Művelődési Központba, ahol is Mári Sándorral készítenénk egy rövid interjút, illetve más résztvevőkkel. Zsolta, rendben. Üdvözöllek, Zsolt. És az első kérdésem az lenne, hogy mi indított rá, hogy ilyen kiállításokat szervezzél, vagy mióta tartnád ez a kiállítás szervezés? 2010 őszén volt az első kiállításom itt Szegeden. Akkor egy budapesti gyűjtőt hívtam meg az ő kollekciójával, akkor ő már két kiállítást rendezett Budapesten, és meghívtam, hogy csináljuk meg ugyanezt a kiállítást itt Szegeden. Akkor én még egy darab Commodore Plus-4-es számítógéppel rendelkeztem, és az a kezdeti siker indított el, most ki tudja, emelkedőn vagy lejtőn, a gyűjtésbe, így mondom, ahol összegyűjtöttem ezt a rengeteg masinát. Az első két-három kiállítás még tisztán csak a Szakács Gábor barátom gyűjteményéből készült, majd folyamatosan jöttem föl én is a gépekkel, és végül elérkeztem odáig egy 5-6 év alatt, amikor már csak az én gépeimből történt a kiállítás, kiegészítve a Gábornak a kvarcjátékaival. Az ő kvarcjáték kollekcióját nem lehet überelni, neki több száz kvarcjáték van. Úgyhogy az mindig egy ilyen unikum volt a kiállításokban. Az biztos, látunk is, hogy jó pár kvarcjátékot egyébként gyönyörűek, meg tényleg látszik, hogy mindenki élvezi is, egyébként mindenki játszik jelenleg is. Egy csomó NES konzolokon, Sega Mega Drive, Sega Saturn egyébként láttunk egy csomó ilyen konzolt is, és már konzoloknál tartunk. Neked esetleg van-e kedvenc játékkonzolod?